És amikor elkezdődött ez a hét, akkor az volt bennem, hogy ó, atyám, vajon megéri ez a sok szűrkölődés 10-20 gyermekért? És kaptam azt a vigasztalást, hogy Ábrahám is még egészen 10-ig is lealkotta, hogy atyám, mentsd meg ezt a várost. Akár ha 10 ember lesz benne akkor is. Így könyörögtünk mink is, hogy ha 10 lesz, Uram, akkor adj nekünk egy kellemes hetet. Hát első nap 20-on, aztán 30-on, aztán 40-en voltunk itt Szalárdon. Ugyanígy kezdődött Szent Imrén is, 10-valahányan, aztán 20-valahányan lettünk. Hát most nincs itt mindenki, de 80-90%-ban itt vagyunk. A gyermeket nagyon szívbemarkolóan figyeltek. Kellett nekik a magvetés. Éreztük, hogy szívják magukba. És tanulták az igeverset, és tanulták az énekeket. És most ezekből a megtanult dolgokból néhányat elmondunk. Lesz 5 igevers, ha sikerül, ha nem, akkor 4. És néhány ének. Ugyanazokat a dolgokat tanultuk délelőtt Szalárdon, délután Szent Imrén. Szeretném most ez alkalommal megköszönni azoknak a segítségét, akik minden nap itt voltak, és közösen segítettek nekünk ebben. Minden nap el tudtuk biciklizni Szent Imrére, és ott is velünk voltak. Azt hiszem, hogy az Úr sokkal többet látott benne, mint amennyit mi fel tudtunk mérni. De én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy nem kellett rettegjünk, hogy leállítanak bennünket, nem kellett félünkben megálljunk, és nem kellett a hetet félbeszakítani. Az Úr megadta nekünk azt, hogy bőségesen szolgálhattunk ő neki. Most, amikor már kicsit elcsendesedtünk, akkor én nagyon szeretném, hogyha olyan önkéntes jelentkezők mennének itt a különösen az első sorból, a kisebbek, akik azt az első Biblia verset el tudnák mondani, amit első nap hallottunk. Ugyanis ez volt az az igevers, ami engem is nagyon megragadott. Ha Isten fia a mennyből azért jött le, hogy megkeressen bennünket, akkor mi tétlenkedjünk, ne keressük meg az elveszetteket. És ha ebbe belegondolunk, hogy ne keressük, maradjunk arra tett kézzel, azt mondtam, hogy nem. Menjünk, és amit tudunk tegyünk. Ha nem 100%-os a szolgálatom, Isten akkor is elfogadja. És most azt kérem, hogy ha nem tökéletesen mondják el a gyermekek a Biblia verset, akkor is örüljünk nekik, és akkor is fogadjuk el tőlük. Na, egy-két jelentkező, már úgy láttam, van is, úgyhogy akkor én szólok nektek, és akkor úgy közbe-közbe elmondjátok, majd utána lesz egy ének. Jó, akkor itt egy Szent Imrei kislány elmondja. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartja az elveszettet. Lukács 19:10. Ügyes vagy. Jó. Mondja Linesze, te is. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartja az elveszettet. Lukács 19:10. Ügyes vagy. Na, még egy-kettő. Jó, itt van egy másik kis fiú, felett Szent Imrei kis fiú. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse. Héten csak egy szemcukrot kaptak, amikor elmondták a Biblia verset, de most kapott valami más ajándékot. Úgyhogy egy hasonló a tiétek. Na, egy kislány még van, aki szeretné elmondani.